assolutamente concordato. Hogy mit csinált már az ember eddig, és próbáljunk abból statisztikai alapon következtetni. Az előzőnek az a jó tulajdonsága, hogy minden helyzetben mond valamit, amit szabályokkal el lehet írni. A másiknak meg, hogy sokkal emberszerűbb, mert ha sikerül egy olyat választani, ami hasonló volt már egy létezőhöz, akkor az biztos szerencsésebb. Viszont ez utóbbi kedvenc folyadalmán sosem fogja lefelejteni azt, hogy a postás megkurogta a kutyát. És statisztikai alapon ilyen mondat nincs, hiszen mindig a postás fog a figyelni. Esetleg stilizálnia kell egy rövidebb szöveget utólag, hogyha valamit fordítatott, most... Jó, jó, nyit. Igen, egyébként az emberi szakszárdítást szoktuk lektorálásnak alávetni, jó esetben, ha egyáltalán az ügyfél tudja, hogy ez mi szántelen és hajlandó kifizetni, gépi fordítás végeredményét pedig utószerkesztésnek szoktuk alávetni.